the sun goes down and the moon comes up. I turn into a teenage Goo-Goo Muff. Nem baj, hogy benne van. Dehogy baj. Kis Ferenc Mátyás vagyok, 21 éves, és az SZIA-n tanulok gazdasági informatikát. Jelenleg fotográfusként dolgozok főleg, meg azzal így tudok azonosulni, de jól hangzana mondjuk egy ilyen életművész, mert mindenfélét is csinálgatok, meg szeretnék is majd még kipróbálni. Tudom, valami vagányul hangzik, vagy érdekel, akkor azt így jobban belásom magam, és ha még mindig érdekel, akkor így csinálok valamit vele. Kiskoromban rengeteg nyári táborban vettem részt, ilyen voltam médiás, táncos, sakk nyári táborban is, és akkor szerintem onnan is jött ez a mindenfelé kapkodás. Nagyon sok dolgot csináltam nagyon kevés ideig. Táncoltam, néptáncoltam 4 évig, társas táncoltam szintén 4 évig, meg modern táncoltam 5 évig, 5,5 évig nagyjából. Szerintem úsztam 10+ évig, nem ilyen versenyszerűen, csak jártam úszni, ilyen főleg gyógyúszás volt. A sakkoztam szerintem, 1-2 évig jártam sakkszakkörre, de már abból nagyon-nagyon kevés tudás van meg, így tudok játszani, de hogy bárki is, aki így komolyabban, vagy kicsit is komolyabban foglalkozott vele, nagyon elverne. Görkorcsolyáztam pár nyári táborban. Nagyon félek attól, hogy beleesek abba a hibába, hogy mindenhez is értek, de valójában semmihez se. Hiszel benne eléggé? Igen. Cserkészkedek. NFT-zek valamennyire, valamilyen szinten. Most ugye elég rossz a piac, szóval nagyon lájtosan csinálom azt. Hát fotózok, de hogy az inkább munka. De ugye a hobbim is, mert hogy van az eközben Szegeden ilyen street fotós, írós blogunk. Mm-hmm. Talán mi sem nagyon tudjuk a megfogalmazását. Na hát az főleg hobbi. Meg csak így, amikor így elmegyek egy buliba fotózni, mert ilyen barátokhoz, akkor az is csak hobbi. Tisztelek! Hason a zeng, kürt szava cseng, ti cserkészek, jó munkával készüljetek előre! Írjuk fel a fejjel, a hason a zeng, álljunk csata sorba vidáman, ránk vár a világ, ez a harc, amilyen, katonái vagyunk valahányan. Jó fegyverünk, kézmos karunk, égő szemünk, svédán dalunk. Amerre nézünk, megterem a győzelem, a győzelem. Cserkész testvérem, mi fogadlak? Annyira megfoghatatlan dolog, hogy mi számomra a cserkészet, mert hogy szóval kb. Az ottani barátaim, őrstársaim, mintha testvéreim lennének, ugyanis egyke vagyok, és így hát velük nőttem fel. Évközben ugye hétről hétre találkozunk, meg nyáron az, hogy együtt töltesz valakivel 7-10 napot, így a sárban, porban, fetrengve, meg így tényleg láttuk egymást a legrosszabb körülményeinkben. Így nagyon összehozott minket, mint így társág. És akkor van nagyjából ez a 20-22 éves korosztályunk, ez a két őrs, egy fiú meg egy lány, és hogy mi tényleg ilyen nagyon szoros, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, ami
ami még cserkészeten belül is nagyon ritka. Mióta cserkészkedsz egyébként? Szerintem nagyjából ilyen 15 éve. A elsős koromban kezdtem, ami meg nagyságrendileg 15 éve. Nem blazsálunk, egymásnak pedig soha nem álltunk. Minden nap feladott vág, ne hakódjál, ha te vagy a lépő. Jöjj hát, szökülő, bár az utaszik, emeld a kopakot, ne maradj le. Jöjj hát, szökülő, bár az utaszik, emeld a kopakot, ne maradj le. Vesző, egy veszélyes hely, a szövetfű vagy, kerüld el, de a gyors lábú vagy, lehetsz futár. Az útvesztőből kiutattam el, minden nap feladat vár, de ne hagódjon el, ha te vagy a lépülő. Jöjj hát, szövő, vár az útvesző, emeld a kovakot, ne maradj le. Egyszer megkértek, hogy úgyis ilyen infós rász vagyok, hogy vágjam már én a cserkésztábori videót, és akkor megvágtam, élveztem, és akkor beszereztem egy akciókamerát, és a következő tábort már én videóztam, majd hogy én is videóztam, meg aztán a vágást is szintén így csináltam. Aztán elkezdtem ez irányba érdeklődni, és hát írtam internetre, hogy videós, filmes pályázatok, meg ekkor még nem volt saját gépem semmilyen, hanem így telefonnal, és akkor külön próbáltam olyat keresni, ahol meg kritérium is, hogy csak telefonnal lehet csinálni. Úgyhogy magamnak alkotok, akkor úgy, hát úgy elúsznak a dolgok. De egy pályázatnak ugye van határideje, szóval akkor nem lehet arra gyúrni, hogy ó, még egy kicsit vágok itt, még egy kicsit tudnám itt jobbra csinálni, hanem éjfél le kell adni, lesz, amilyen lesz. És hogy ez a külső kényszer, hogy el kell készülni, ez rávett arra, hogy így csináljak valamit. Míg hogyha magamtól is akartam sok mindent csinálni, az úgy kicsit elúsztak elég gyakran. Mikor felültünk a szentesi buszra, fogalmunk sem volt róla, hogy milyen kincsnek is indulunk a felfedezésére. 98 éve és 30 napja, hogy 1921. január 21-én Szentesváros képviselőtestülete megszavazta egy emlékmű felállítását az első világháborúban elesett szentesi katonáknak, továbbá a Hősök erdejének a megvalósítását. A levéltárban a döntést igazoló eredeti dokumentumokat is kezünkben tarthattuk. Ebben a pillanatban Rika boldog volt, mert még nem tudta, hogy meg lett hekkelve. Na de hogy is történt mindez? Két héttel ezelőtt pár barátommal úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Milánóba. Indultam mindenféle ilyen pályázaton, versenyen, videózáson belül, és hogy jobb videós legyek, elkezdtem fotózni, hogy ugye az alapokat mégiscsak megtanuljam. Aztán olyan jól sikerült ez a fotózósdi, hogy már főleg csak fotózok. Kicsit gondolkoztam azon, hogy mi van, hogyha ugye munkával válik teljesen, és akkor megutálom, és akkor hobbiként se. De szerencsére még nem tartok itt, mert ugye 4-5-6 éve fotózok lassan, így az elmúlt mondjuk egy évben pörgött fel így jobban az, hogy rendesen dolgozok is, de ugyanúgy szeretek fotózni. Amiről vannak felvételek, hogy ott fotózok, az is abszolút így úgymond hobbi fotózás volt, mert hogy én kerestem meg, hobbi fotózás, de remélhetőleg tudok vele valamit kezdeni. Például kirakom, mondjuk csak annyi, hogy kirakom Instagramra, és már attól is valamilyen szinten promó is. Például az is egy projekt volt, hogy most a Juice-ban ott elkészüljön ez a kiállítás, meg hát nem árulok el túl nagy titkot, de hogy hát készül még pár kiállítás, remélhetőleg idén lesz jó pár darab. Így még kimondva célnak nincs az, hogy valami nagy maradandót alkossak, de mindenképp alkossak valamit, így legyen. Például kinyomtatva is egy képen, meg onnan is jött ez a sok, hogy legyen kiállításom, mert hogy hát van lassan nagyon
nagyon-nagyon sok ezer megszerkesztett képem, aminek egy csomó részét így mondjuk láttam én, meg még 10 ember, akikkel mondjuk ott voltunk egy utazáson. És hogy lehetne valami többet is kezdeni vele, mint az, hogy nagyon sok idő alatt ott voltam, megfotóztam, megszerkesztettem, kiraktam a 500 képből mondjuk 4-et Instagramra, sztoriba csak, még csak az se, hogy ott jobban maradandó látszódna, aztán így el van sűjeszte. Szóval, hogy legyen valami belőlük. A kedves Zsupsz kávézóban vagyunk, ami egy nagyon csodás hely, mindenkinek ajánlom, és a még nagyobb különlegessége, hogy hát itt van az első kiállításom, aminek nagyon örülök. Koncepció nagyjából olyasmi, hogy olyan portrék, aminek a megvalósításához valamilyen extra technikát kellett alkalmazni. Nemrég fejtettem ki valakinek, hogy nekem annyira nincs olyan, hogy hétköznap, hétvége, szünet, munkanapok, hanem nagyjából így a legtöbb napom hasonlóan épül fel, vagyis hát nyilván vannak pihenőnapok, meg amikor így utazok, vagy amikor így ilyen, néha tartok ilyen szociális napokat, amikor próbálok, akkor nem így magammal foglalkozni, vagyis szóval így nem munkával és magammal foglalkozni, hanem akkor elmegyek reggelizek valakivel, ebédelek valakivel, régen találkoztam vele, megbeszéljük ezt, megbeszéljük azt, meg aztán vannak olyan nap is van, hogy egész nap csak ülök a szobámban, és akkor dolgozok. vagy épp mind, hogy dolgozok és pihenek. Egy ideális világban olyan lenne az életem, hogy ilyen projektek szerint dolgozok, és hogy akkor valamire rákoncentrálok, és akkor azt csinálom. Hogyha mondjuk fotósként képzelem el magam, jelenleg így képzelem el magam, akkor mondjuk például nyára, másfél-két hónapra oda szegődök egy zenekarhoz, és akkor velük élek, velük mozgok, és végig fotózom vagy videózom, ahogy turnéznak. Aztán mondjuk pihenek egy-két hetet, és utána egy teljesen másik ilyen fotós kaland vagy projekt indulna, ami lehet saját is, mondjuk csinálni egy podcastet, és akkor azzal foglalkozni egy hónapig. Vagy lehet az, hogy utána mondjuk egy fotókiállítást szeretnék az erdei mókusokról, most mondtam valami nagyon légből kapott dolgot, és akkor pár hétig azzal foglalkozok. És aztán megint pihenni egy hetet. Hogy ez is egy naval idézet, vagy hát egy naval gondolat, nagyon, nagyon okosokat mond meg, így elég friss az élmény, elég friss a könyvélmény, szóval felhozom, hogy a kreatív, meg ilyen értelmiségi munkát végző embereknek úgy, vagy hogy szerinte úgy lenne ideális dolgozni, mint ahogy egy mondjuk egy olimpikon él olyan értelemben, hogy edz, aztán van a sprint maga, szóval a nagy esemény, amikor a peak performance nyújtja, aztán meg pihen. És hogy munkában is nem lehet azt, hogy mondjuk tessék, napi 8 óráig legyél kreatív és dolgozzál, nem működik. Van egy projekt, elkezd rá dolgozni, mondjuk, hogyha valamit még nem tudok, elkezdek megtanulni. Most is például most nagyon elkezdtem tanulni ilyen kurzusokból az ilyen top high-end portré retusálást. És akkor most mondjuk az edzés része ilyen értelemben, aztán megjön a nagy sprint, amikor ezt a tudást én alkalmazom, és akkor leszervezem hozzá a fotózásokat, meg aztán még, hát nem árulok el itt pár dolgot, és aztán amikor itt tényleg nagyon ráfeküdtem, és ezt nagyon csinálom, kész, akkor pihenek. Aktívan pihenek hosszú ideig. Mármint, hogy nem évekről beszélek, de hogy akkor tényleg egy hétig elmegyek nyaralni, vagy akkor egy hétig csak így ilyen teljesen nem agyilag megerőltető dolgokat csinálok. We'll be right back.
Szerintem azért nem égek ki, mert hogy hát azért annyit nem dolgozok, vagy hogy így Navalnak volt egy ilyen gondolata, hogy hogyha te amit csinálsz, azt élvezed, meg így nagyon érdekel, meg ilyesmi, akkor te nem napi 10 órát dolgozol, hanem napi 10 órát játszol. És hogy amit, hogyha valamiben nagyon jó vagy, meg nagyon szereted csinálni, akkor ez neked játéknak fog érződni, nem pedig munka. És hogy valamilyen szinten ez játék nekem.